A gyári színjátszótábor elsősorban a 10 év körülieknek adott sok hasznos játékpercet, beszédgyakorlatokból, jelenetek próbálásából, ritmus gyakorlatokból állt a program, amelyen többen is sokadik alkalommal vettek részt. Az egyhetes együttlét alatt persze sokat lehetett játszani és önálló produkciókat is bemutatni. Tényleg nagyon sok éve, nem is tudom szám szerint megmondani, de még olyan szerencsénk volt, hogy még a pandémia alatt is úgy alakult a nyár, hogy még akkor is volt ez a színjátszótábor. Úgy van meghirdetve, hogy 12 éves kortól, de aztán néha előfordul, hogy bekönyörgi magát kisebb gyermek is, és meg akik még nagyobbak, fölfelé nincs korhatár, így aztán így össze kell őket fogni, és hát nyilván van érdekli őket a színjátszás, vagy legalábbis nagyon szeretnek szerepelni, és ezt valahogy itt egy hét alatt meg is oldjuk, és a végén mindig van egy kis előadás. Hogyan zajlik egy nap a táborba? Megérkezünk reggel, akkor mindjárt én igyekszem akkor dolgozni velük, mikor még nagyon még frissek minden, akkor beszédgyakorlatok, meg bemelegítünk, akkor ha jeleneteket próbáljuk, amiket kitalált meg a két verset, külön-külön, együtt is, ritmusgyakorlatok, ilyesmit, és van mindig egy szünet, kicsit nehéz megbirkózni a modern technikával, így én össze szoktam szedni a telefont, és csak szünetbe kapják meg, és akkor így mindenre jut figyelem és idő. Mivel már van, aki most van itt ötödjére, többen harmadjára, és tehát, hogy akkor ezek szerint mégiscsak örülnek neki, és mégiscsak jól érzik magukat. Hát remélem, hogy nekem is van ebben részem, de a barátságok is kötődnek itt, meg játszanak is, meg olyan játékokat is játszunk, meg minden, és végül mégis születik egy kis produkció is. Mindenkiben ott van valami tehetség, de látni olyat, ami ilyen remény, lehet, hogy nem is ő akar az lenni, de igen, vannak köztük olyanok. Jövőre is lesz tábor? Hát, hogyha van kedvük jönni, és minden összeklappol, természetesen. A viskrikrek is nagyon jól érezték magukat, és bizony megtanulták azt is, hogyan kell magabiztosan viselkedni. Szeretnék színész lenni, mert érdekel a színészet. Mit tanultatok ebbe a táborba? Hogy legyek magabiztos. Én is ezt. Sok barátság kötődött itt a táborba? Igen, például az egyik osztálytársam is eljött, és nagyon sokat szórakozunk a barátainkkal. Találtam sok új barátot, és osztálytársaimmal is lehetek. Úgy tudom, hogy az iskolában több iskolai rendezvényen is szerepeltetek már. Igen, igen. Szeretnénk jönni még a többi táborra is, a színésztáborra, mert engem nagyon érdekel a színészet. Akik jönnek az iskolába elsősök, azoknak ilyen csipegedő szoktam részt venni. Meg ilyen ünnepeken, farsangon például, vagy Halloween-on így beszélünk, vagy ilyesmi.